Kétségbe van esve. Sziasztok, én Bence vagyok, és ebben a videóban megint velem tart Gabi és Attila. Százar év után a gyerek visszatér a csatornára, és meg fogjuk csinálni a... Hello. Bolond galambok. Meg fogjuk csinálni a Mad Libs, vagy Mad Libs, nem tudom, hogy az P vagy B. Meg kéne ma tanulni angolul. Mindegy kihívást, amiben van egy szöveg, és ilyen szavakat kell belerakni, de úgyis vágja mindenki, és utána vizet kell tartanunk a szánkba, és aki nevet, az ugye kiköpi, és akkor... Ja. És akkor, ja. Ennyi a terv. Let's get ready to rumble! Krónikus beteg vagyok, az is szintén egy dolog. Bocsánat, melléknév? Lesokkoltam, elkezdte a gyerek. Én jövök egy melléknévvel? Nem. De. Igen. Mondjadnak! Szép. Tudom, nemzetiség? Román. Név? Gyújt Prutko. Ezt nem tudom leírni. Írd le így fonetikusan, jével. Júri, jó az. Tessék már becsukni ezt az ajtót. Főnév? Te vagy. Alatt. Főnév. Ablak. Melléknév? Zöld füves. Főnév? Nem, de. Betonkeverő. Testvér. De ez a mindene neki, a dancolos. Én vagyok? Igen. Főnév? Caloncukros melegítő nadrág. Az van a Gabin. De miért? Melléknév? Most ki jön? Te. Melléknév. Szőrös. Többes számú főnév. Járdalapok. Hogy itt az eszedbe? Mi? Hogy járdalapok? Igen. Hogy lenézek magam alá, és itt vannak a járdalapok. Ezek nem főnév. Járdalapok. Főnév? Cipő. Igen? Igen. Falicskázni. A pizzát egy szép román nemzetiségű séf találta fel, akit Vrújit Prutkónak hívtak. Ahhoz, hogy pizzát készíts, szükséged lesz egy darab ablakra, amiből készítenéd, kell egy vékony kör alakú zöldfüves betonkeverő, ezután be kell tenned szaloncukros melegítő nadrágot, raknod kell rá szőrös sajtot, és be kell terítened frissen vágott járdalapokkal. Egyaránt elbuktunk. Ezután be kell tenned a nagyon meleg cipőbe, és 20 percet taliskázni kell. Csolás! Amúgy ezt én írtam, ezt a sztorit. De nagy jampi vagy. Második történet. Én kezdek. What? Jó, mondj egy szint. Libafos. Első körben mellékatokat szintottam. Mi volt a szint? Libafos. Libafos. Forma? Kör. Leszarom. Testrész? Pénisz. Nem szégyeled magadot! Pénisz? Pénisz. Szégyed magad. Igen, hely? Isaszeg. Ennyi? Fát vágni. Melléknév? Ő? Morel, lefagy a kezem, mondjál már valamit! Zöld. Sokkal rosszabbra számítottam. Még egy melléknév? Na, a másik nagyon kvalifikált. Mondjál már valamit! Cserepes. Oké, na, kusson mindegyik. Állj, víz! Ennyi volt. Igen, megvagytok? Uh-huh. Ma újra láttam őt, amikor rám néz azokkal a libafos zöld kör alakú szemeivel, akkor úgy érzem, a péniszem kiszakad a helyéről, és az isaszegben érzem magam. Amikor mosolyog, legszívesebben erősen magamhoz fát vágnám, és nem engedném el őt. Jó vagy? Ő annyira zöld, és annyira cserepes. Holnap megszerzem őt magamnak. Nyomjad! Melléknévet kérek. Melléknévet? Melléknévet kérek. Mert senki nem hallott. Áramos! Többes számú főnév. Szemetes vödrök. Olyan lyuk van az oknimon. Gyerek, a technológia ördöge. Szín. Lila. Melléknév. Templom csúcsos. Szeretem a napot. Szeretem az őszt. Szeretem az őszt. Hello, szervusztok! Szín. Szín. Ma megint? Nem te vagy, More, de te vagy. Kök. Kek. Kök. Szia! Szerszám. Csavarhúzó. Ne lögdös a folyat. Hát hogy? Hogy lehet ilyet tenni, hogy... Hiszen látod? Uh-huh. A kertészkedés nem csak áramos munka, de emellett még segít abban is, hogy megmentsük a szemetes vödröket. A jó kertészkedéshez elengedhetetlen egy lila templom csúcsos föld.
Ha ez megvan, már mehetünk is a kék kis csavarhúzóra, és ünnepelhetjük a különféle állványt. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Az elég béna volt. Ezt is én írtam, gyerekek! Na! Ez ennyi lett volna, fogalmam sincs, hogy kinyert, de te biztos veszítettél, a száz. Nem, mert én ezt elsököptem ki. That's what she said! Te megköptél, igen. Akkor Gabi nyert! Köszönjük a 2400 feliratkozót, az előző videónál 2300 volt, tehát számításaim szerint 100-zal nőtt. Nem szokta őt értékelni annyira a matek. Kurvajok vagyunk, kurvajok vagytok, és köszönjük szépen, hogy megtekintettétek ezt a videónkat is. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, feliratkozz a videó alatt tudtok, és... Tali a kövi vidi. Úgy van. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Yes,